Sziasztok, gyerekek! A Városi Televízió gyermekműsorában csak úgy, mint az elmúlt héten, most is a húsvét lesz a téma. Bizonyára ti is készültetek az ünnepre, az Erzsébetváros jovisok nagyon. Locsolóverset tanultak, vicces feladatokat oldottak meg, tojást festettek, mindezt családi délután keretében. A tavasz már tuti, hogy a közeledben oson egy nyuszi, pattan a fűben vagy a sárban, és csoki tojás a kosarában. Jaj, már annyira vártam! Csoki nyúl a nyuszi, hip-hop, az egész nyúl csoki, hip-hop, mégis így ugrál egy bal, egy jobb, ha jön a húsvét, hop és hop. Csoki nyúl a nyuszi, hip-hop, az egész nyúl csoki, hip-hop, mégis így ugrál egy bal, egy jobb, ha jön a húsvét, hop és hop. Hip-hop, hop és hop. Minden csoki tojásban van csoda, minden csoki tojásban van csoda, sose tudni, hogy ebben mi csoda, mi csoda, sőt, ki csoda. Hozza a nyuszi a kosarában, pattan a fűben vagy a sárban, hozza a nyuszi a kosarában, pedig a nyuszi is csokiból van. Csoki nyúl a nyuszi, hip-hop, az egész nyúl csoki, hip-hop, mégis így ugrál egy bal, egy jobb, ha jön a húsvét, hop és hop. Csoki nyúl a nyuszi, hip-hop, az egész nyúl csoki, hip-hop, mégis így ugrál egy bal, egy jobb, ha jön a húsvét, hop és hop. Fűben mindig ott lapul egy kis fémes tojás, abban pedig ott rejlik egy egész csoki varázs. Csoki nyúl a nyuszi, hip-hop, az egész nyúl csoki, hip-hop, mégis így ugrál egy bal, egy jobb, ha jön a húsvét, hop és hop. Csoki nyúl a nyuszi, hip-hop, az egész nyúl csoki, hip-hop, mégis így ugrál egy bal, egy jobb, ha jön a húsvét, hop és hop. Húsvétnapja, másod éjszakája, jól tudjátok, szép leárnyok. Kinek első napján Jézus feltámadván, alleluja, alleluja. Mária, Zsuzsanna, Krisztina, Borbála, kegyes szűzek, téli nyári piszkot, a tavaszi mocskot, lemossátok, lemossátok.
mes tojás légyen, 12 pár készen, mi számunkra, mert ha nem lesz készen, vizes vödröm lészen, számotokra, számotokra. Mert ha nem lesz készen, vizes vödröm lészen, számotokra, számotokra. Ablakon betartom, reátok bocsátom, minden áztok, ablakon betartom, reátok bocsátom, minden áztok, ablakon betartom, reátok bocsátom, minden áztok. Hogy vártátok itt az óvodába a húsvétot? Mit csináltatok? Tojást festettünk meg, versenyeztünk. Kivel érkeztél ma ide, és melyik feladat tetszett a legeslegjobban neked? Apával és anyával érkeztem, és nekem amikor kanálba kellett vinni a tojást, az volt a kedvencem. És mit szeretnél a nyuszitól? Én legeslegjobban a Hercegnők rejtélykönyvét. Mert ha nem lesz készen, vizes vödröm lészen, számotokra, számotokra. Ablakon betartom, reátok bocsátom, minden áztok, ablakon betartom, reátok bocsátom, minden áztok, ablakon betartom, reátok bocsátom, minden áztok. Ül a fűbe, szépen szundikálva, nyuszít az embertek vagy, hogy már nem is ugorhat. Nyuszi hopp, már is egyet készültek a húsvétra? Tojást festeni, meg anya sütit. És várod a locsolókat? Igen. És mit adsz a locsolóknak a locsolásért cserébe? Csokit, meg cukrot. Nyuszi fülét hegyezi, apa Jusszát bögöli, krétel kezdik, rok, 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 nyuszi, nyuszi, fekszik álomban, hosszú foltos füle van, pici piros szeme van, ide néz, oda néz, szép kislang. Nyuszi, nyuszi, fekszik álomban, hosszú foltos füle van, pici piros szeme van, ide néz, oda néz, szép. Nyuszi, nyuszi, nyulacskám, ne félj tőlem, nincs puskám, van ám nékem egyedem, zöld káposzta levelem. Thank you.
Kedves gyerekek, ez volt már az Icri-Picri, jövő héten a Tókerti Ovi földnapi programjáról láthattok összeállítást. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok!